Ismét térítésmentes informatikai képzést szerveznek a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A 35 órás oktatásra a 16 és 65 év közöttieket várják az intézménybe. Köszöntöm a stúdióban Polák Pétert, a Móricz Zsigmond könyvtár osztályvezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét köszöntök én is mindenkit! Azt mondjuk, hogy ismét, hanyadik alkalom ez, és egyáltalán milyen program keretében zajlik ez? Két éve folyik már nálunk ez az IKER képzés, borzasztóan hangzik infokommunikációs egységes referencia keret, de ne erről beszéljünk, hanem hogy miről szól ez a képzés. Teljesen alapinformatikai képzést tartunk már két éve. Mit szeretek én benne? Nagyon régen tanítok informatikát, ebben a képzésben nem mondjuk el az óra elején, hogy mi az a processzor, és mi az a 1 gigabyte, hanem gyakorlati, barát. barátságos <laughs> hangnemben tanítjuk a... Hallgatókat, hogyan kell bekapcsolni a gépet, ö, hogyan tudnak kommunikálni a rokonokkal, a szomszédokkal, és ö, hogyan tudnak fényképeket csinálni, üzeneteket küldeni. Tehát abszolút egy felhasználó barát képzés ez. Ez egy országos képzés egyébként az egész országban. Nagyon sok ö, településen zajlik. Ö, hát azt hiszem a 20. tanfolyamunk következik körülbelül márciusban, amire most várjuk a jelentkezőket. Milyen finanszírozással történik ez? Ez egy hatalmas pályázat ö, keretében zajlik az országban. Ö, ingyen tud ész, részt venni minden egyes hallgató, de igazából az állami támogatás hallgatónként 35 ezer forint, tehát 35 órás tanfolyamon 35 ezer forintért idézőjelbe tud részt venni valaki, de mindenki számára ingyenes ez a képzés egyébként. Hány embert sikerült így egy kicsit informatika ismerővé tenni, mondjuk így. hogy... Hát a könyvtárban már 200 felett adtunk ki bizonyítványokat. Mm. Egyébként nem csak ez az egy képzésünk van, hanem a 65 év felettiek képzése is elindult. Úgyhogy gyakorlatilag most 16 évtől 100 éves korig mindenkit várunk ingyenes képzésekre. Hát 100 ezer a referencia szám, amit az országban el kellene érnünk. Folyamatosan tartjuk a képzést. Tehát én azt mondom, hogy ha valakinek felkeltettük az érdeklődését, jelentkezzen be, és egy-két hónapon belül sorra fog kerülni. Jellemzően melyik korosztály az, aki a legnyitottabb erre az eddigi tapasztalatok szerint? Nagyon érdekes, mert nagyon sokan keresik meg munkavállalás, munkavállalás miatt. Ezeket a képzéseket jól mutat az Ön életrajzba, hogyha alapvető informatikai készségekről van valamilyen bizonyítványa de a legmotiváltabb és legjellemzőbb most, hogy az idősebb korosztály nagyon szeretné megtanulni a számítástechnika alapjait. Mindig megkérdezem az első órákon, én is tanítok benne a kollégáimmal együtt, hogy miért vannak itt. És nagyon sok motiváció az, hogy otthon nincs idő, a unoka gyermek nem mutatja meg, vagy a gyereknek nincs türelme, vagy az hozzá. már meg is nyomta a gombot, és, mire megmutatná, hogy és melyiket a És a kabaré jelenetek tényleg fent vannak az interneten, mondom tényleg fent, valakit az motivál. A Régi filmeket tényleg uh -huh. meg lehet nézni, tényleg meg. Mindenkinek megvan ez a motivációja, ami mindig mondom, hogy egy olyan 10-12 óra múlva már önállóan meg tudják keresni ezeket a dolgokat. Tehát a fő ö, profi a tanfolyamnak, hogy megtanítjuk az internetes keresésre a, a hallgatókat, Megtanítunk elektronikus levelezést használni, mindenkinek gmailes fiókot hozunk létre, majd a tanfolyam végén a közösségi oldalakhoz is eljutunk, és iszonyatosan sokat beszélünk az internetes biztonságról. Ez, ez gondolom az idősebb korosztályt ugyanannyira érinti, mint a fiatalokat. Hát Akik aki kevéssé igazából, jártas igazából aki az internet világában, azok van az... vannak igazán veszélynek kitéve. Igen, én mindig azt mondom, hogy a fiataloknak lehet veszélyes az internet és az idősöknek ugyanúgy, hát gondoljuk bele, biztos van mindenkinek közösségi oldalon idős ismerőse, aki mindent megoszt. Elolvasás nélkül, és ö, rossz helyre kommentel, és nem tudja, hogy hogy működik ez a közösség. Ennek is meg kell tanulni az etikettjét, a netikettet is meg kell tanulni. És ö, eszembe jut nekem is egy ismerősöm, csupa nagybetűvel szokott írni az üzenőfalára, és mond, kérdezem tőle, hogy miért kiabál. Nem is tudja, hogy az kiabálást jelent. És Ilyen apró dolgokról beszélgetünk nagyon sokat a képzéseken. Visszajutott már önökhöz esetleg internetes visszaélés azok között, akik önöknél végeztek? Aki nálunk végezők, ők biztonsággal <laughs> tudják használni az internetet. Egyébként a hallgatóink visszajárnak, tehát az összes tanárunk tartja a kapcsolatot a diákokkal. Igazából úgy van értelme ennek a képzésnek, hogy ha behozzák a saját eszközeiket is, vagy úgy jönnek el a képzésre, hogy szeretnének megvásárolni mondjuk karácsonyra, névnapra, születésnapra egy eszközt, és mi nem tudjuk megmondani, hogy kinek mire van szüksége, de talán ez a tanfolyam arra jó, hogy körülbelül ezt a vágyat felkeltjük, és el tudja dönteni, hogy ő sokat akar fényképezni, telefont fog venni, vagy inkább sokat akar dolgozni a gépen, ezért egy számítógépet, vagy a fényképeket nagyba akarja nézni, ezért tabletet, ebben segítünk mi igazán, és hát a a tanfolyamon lehetőség van behozni ezeket az eszközöket, amivel nagyon sok idő elmegy, hogy ezeket beállítjuk, a kérdéseket megválaszoljuk. És mindenki kitapasztalja, tapasztalja, hogy neki mi az, ami, Igen, a, ami a leginkább képes. És nagyon nekünk. sokat gyakorolnak otthon uh -huh. ezek a hallgatók. Hát gondoljuk bele, hogy olyan emberekről van szó, akik egyébként még egyáltalán, van olyan, aki még egyáltalán nem használt számítógépet. Egy kicsit ki is nyílik a világ az idősek számára, akik esetleg már elszigetelődtek és távol vannak a. Családtól. Hát abszolút, és én tényleg nagyon régen tanítok informatikát, és ez a 60 év feletti korosztály a legmotiváltabb. Ők már óra előtt egy fél órával ott vannak, egy közösség kovácsolódik belőlük, ha valakinek kérdése van, akkor a többiektől, a szomszédtól is megkérdezik, sőt, egymást is segítik, és óra után is ott maradnak, és gyakorolnak, és ha házi feladat van, akkor megpróbálják együtt megcsinálni. Tehát mindenképpen egy közösség kovácsoló erő ez és nagyon sok kérdés van általában, iszonyatosan sok, amit egy olyan ember, aki minden nap használja a számítógépet, túl triviálisnak gondolhat, de nagyon jó kérdések vannak. Hát, ma mindig mondom, hogy rossz kérdés nincsen egyébként, de gyakorlatilag az összes kérdésre megadjuk a választ. Azért van rá idő, tehát 35 órában folyik ez az Iker 1 képzés. Hogyan osztják ezt meg, ezt a 35 órát? Milyen időbeosztással? Mennyi idő alatt zajlik le? Ez a 35 óra, ez tíz nap alatt zajlik le, a 10 napot pedig körülbelül 3 hétre szoktuk szétszórni. Nem jó, hogyha túl közel vannak egymáshoz az órák, mert akkor azt vettük észre, hogy nem mélyül el annyira a tananyag, de az se jó, hogyha nagyon túl szétszórjuk, hosszú. mert akkor meg túl hosszú, az a három hét szokott ideális lenni. Legközelebb mikor indul? Március 12-én indul a következő tanfolyamunk, amire már is lehet jelentkezni a könyvtárnak az olvasótermében előzetesen kell jelentkezni, tehát mindenkit arra bíztatik, bíztatok, hogy akit érdekel ez a tanfolyam, már is menjen be a könyvtárnak az olvasó iratkozzon fel, és uh, március 12-én, 2 órakor pedig elindul a tanfolyam, most ezt pont én fogom tanítani. Van valami létszám limit? Igen, 15 fő, 15 uh -huh. fő lehet maximum ezeken a tanfolyamokon, és uh, ez a 15 fő általában a 15 főnek a nagy része egyébként tovább is szokott menni. Tehát újabb 35 órába, ami az Iker 2 képzésen már haladóknak tartunk tanfolyamot, és ez a 15 fő nem csak 35 órában, 70 órába is elmélyülhet az internet világába. Én ezt szoktam tanácsolni, hogy ezt érdemes így egybe elvégezni ezt a két tanfolyamot. Természetesen a második rész is ingyenes. Ez a 15 fő, ez pont egy ideális csoport létszám. Igen mi nagyon jó kis közösség, és haladni is lehet. Milyen gyakorisággal rendezik ezeket a tanfolyamokat? Hiszen mondja, hogy már két éve zajlik, most márciusban ugye lesz egy, mikor lesz a következő, ha valaki erről esetleg lemarad, vagy nem jó neki éppen ez a márciusi időpont? Érdemes már is feliratkozni egyébként, ha valaki később szeretne menni, és netán lemaradna. Havonta indítjuk egyébként a csoportokat, még a nyár sem szokott kimaradni. Maxim augusztusban lehet szünet nálunk körülbelül a könyvtárban, hmm. de tavaly még akkor is tartottunk tanfolyamot. Úgyhogy arra azt tanácsolom mindenkinek, hogy bármilyen korosztályból is van, jöjjön be hozzánk, jelentkezzen és fogjuk keresni. Mennyi ideig tart még ez a program? Ebben az évben még biztos. A következő évről még nincsenek információim. Miért vállalja fel egy megyei könyvtár az informatikai képzést? Elt hát egy könyvtárnak a digitális írás tudás népszerűsítése is fontos feladata. Nekünk vannak egyébként olyan szolgáltatásaink is, hogyha valaki nem tud egy e-mailt megírni, vagy segítségre van szüksége valamilyen űrlap kitöltésében, akkor bejöhet hozzánk, és, és mi segítünk neki. De kézbe vettük ezt a dolgot, mert úgy láttuk, hogy ez nagyon népszerű. A, az első tanfolyamainkat gyakorlatilag nem kellett meghirdetni. Már annyi jelentkező volt, és nagyon sokan nem, nem, tudják használni az internetet, vagy, vagy van néhány kérdésük, amire nem találnak választ, és azt hiszem, hogy híre is ment azért a könyvtárban lévő képzésünknek, hogy itt azért több szakember, több oktató, és megadja a választ. Úgyhogy remélem, hogy ez így hosszú távon is jól fog működni. És hát kicsit rá is vannak kényszerítve, hiszen lassan most már az ügyintézés csak ezen a uh, csatornán fog zajlani. Hát így hát van. Előbb-utóbb Így van. Tehát amikor a Magyarország.hu-t tanítjuk, és akkor akár a kór előzmények között böngészünk, az mindenki számára nagyon érdekes. De beszéltünk arról most, ha valaki kirándulás szervezés, uh, nem tudja még az interneten megnézni a menetrendet, a térképet, akkor elég nehéz dolga lesz, és itt ezt is megtanítjuk. Polák Péter, köszönjük szépen, hogy tájékoztatott bennünket. Én mindenről. köszönöm erről. szépen.